drama of flesh and blood and science. Mondtam, az érzés, gyerekek, az érzés. Hallod, és eltűnt a setupom. Egy kis negyedórás, kis frecsenet. Dovis, neked nincsen nagyon szerencséd. Tegnap is. Megadjam az enyémet? Csak a váltót. Ja? Jó, az hol van? Tudom fejlő. 141, 174. És mindegyik egyen visszább. Tehát egyen visszább, vagy csak... Folyamatosan egyen visszább, ugye a következőnél egy visszább. Igen. A legesleg végéig? Igen. Hát akkor nekem a hetedik 309. Ja, nekem is jó. Jól van akkor. Tehát még egyszer új arcokat köszönhetünk a TSN. Valaki ki akar még szakadni? Csani nincsen, de azért iratkozzatok föl rá. Hát egyszer fölrak egy év múlva videót. Meg fog ölni. Mindegy. Nem nézi meg. Kivágom, kisípoljuk. Egy Red Bull úgy ment előttem, hogy ment 90, utána belassult, ilyen, mintha flashback lett volna, és utána megint fölgyorsult. Nem szép. Voltam. Ez szép volt. Én sem. Olyan, mintha nem 250 fokon lenne a kormány. A magas nagy esőbe esélytelen? Ez új blokkolás, nem? Aha. Azt mondtad... Elég valós. Hát, ha van kell fékezni, nem annyira benyomni, és akkor talán kezelhető. Sikerült egy kört mennem. Csak bele rondít. Köszi. Korrekt. Pedig tapogattam azért egy kicsit. Ki sem megyek több körre. Vagy egy lágyat előkapunk húzerre. Szuper lágyat! Ja, szuper lágyat. Szuper lágyat. Jönjük egy újabb kört. A három szerinted jó lesz?
Ők még mivel kapok a kincsit? Szeszem őket. Köszi. Nem tudom ki volt, de bementem a shoulderbe. És... Te voltál, Zoli? Csak te lehettél, mert Vitya nincs. A boxba visszakapcsolja a gép az assistokat. Teljes TC-t van, de... Tényleg? Aha. Ezt megnézem. Hogy már ráfordultál, hiába nyomod csutkára a gáz, nem forog el az autó. Ja, hát a boxban igen, mindig egyéni szimuláció van. Én mindig visszasírom a 2010-eset valamilyen szinten, csak az mert bugos volt, emlékszem, mert ugyantek idebe a vonalat, tehát a limitert, nem a vonalnál kellett benyomni, imádtam. Hanem előtte, mögötte ki kell tapasztalni, fél év volt az is. Ja, jó, hogy ugye jó. Mókás. Jaj, nem tudom, hogy lágyjal menjek-e most ki. Ezt el se hiszem, második helyen vagyok. Begipszelt kézzel. Hát tudod, kis ujja... Kis ujja vezet. Mi történt? Srám. Jó kis betonpályáim is úgy. Jó. Az nem szerencsés akkor. Már a foci, fociban már mondjuk jártak ugye a VB alatt is, tudod, amikor megrúgta valamelyik egyik a másikat, ja. Hogy eltört a karja. Nem is tudom milyen. Még jó, hogy mondtam Dávidnak. Hát mondom Kullernek. Bajos, a keze nem kell annyira számolni vele. Én azért megjegyeztem, hogy... Ha jön az miért, marad egy százas gumim, azt szerintem... Hát... Kimenjek még? Hol járunk? Én kimegyek keménnyel. Úgyse várok sokat ettől a futamtól, így, hogy... Magas... Ne, én is. Nagy fékkel vagyok most. Én meg... úgy, hogy... Lehet, hogy megint meghúzom tudod azt a két... lájat, akkor az már biztos. Mert szerintem a 60 az biztos bejön. Hát már ebben a játékban a 10 is bejön. Nem úgy, mint ma a 60. Persze. Köszönöm szépen. Nem tudom ki írta. Jött, kitűnő volt. Jöttem, vártam az esőt. Na még egy kör. Szép. Hát... Volt egy jó kör, pedig végig ízében voltam. Hát a középső szektori hátrányban. Na jó van, Zoli már nem futja a skört. Ez megnyugtató. Az ennek is jól most teszi. Úgy kezdődött. Nekem sem. Hát neked végképpen. Nem, majd lesz még az idő. Mi ez a TD, ugye a nevetek előtt? Mindjárt csak öröm vagyok. És ezt nem hiszem el. Ez mi volt? És miért kaptam büntetést? Ha inka bejön az irányos hívre, vagy lehet, hogy már a gép irányította, vagy az én nem akkori, tudom, volt. Akkor igen. Ez egy lágy. És... Nem. Az igen. No comment. Rodroxon van csak, meg Dovicsnál. Gratboldi azért. Jó kis kör. Hát izével, ami most nem néztem meg a szektoridőket, de az első az nagyon gyenge volt. A büntetés az nem ér. Hát most sem menjen. Kérdeztem, hogy mi az a TV. Csak egy helyet veszítesz Dovics a büntetésre, úgyhogy még így megúsztad szerencsére. De ma akarta fejezni. Hát, megint a bug, mint nekem.